Három sürgősségi ponttal kezdődött az ülés, melyekben a képviselők határoztak a polgármester, az alpolgármesterek és a köztisztviselők béremelésének mértékéről. Szintén döntés született arról, hogy a jövőben a Baja Marketing Kft. Nagyobb szerepet vállal a közművelődésben, több eseményt is a városi cég fog szervezni és lebonyolítani. Kisebb vita alakult ki a képviselők között a temetőkben lévő közterületek használatáról, valamint a temetkezéssel kapcsolatos szabályozásról. Itt az ellenzék jelezte, hogy szeretné, ha a jövőben is versenyhelyzet állna fenn a városban működő temetkezési cégek között. A temetkezési Kft. Egyre nagyobb szeletet hasít ki a temetési szolgáltatásokból. Túl azon, hogy ő a temetők működtető üzemeltetője, de a temetkezési szolgáltatások köréből is egyre több feladat kerül át a város cége fenntartásába, illetve működtetésébe. Az egyik legnépszerűbb pont a helyi buszközlekedési menetrend kialakítása volt. A nem kevesebb, mint 10 felszólalásból kiderült, hogy többen elégedetlenek a jelenlegi menetrenddel, melynek finomítása jelenleg is zajlik. Komoly feszültséget okozott a testület tagjai között, amikor az ülés végén Hajdú Miklós bejelentette. Kettő frakciótársával, valamint Jaszenovics Istvánné jobbikos képviselővel közösen rendkívüli testületi ülést hív össze a városban kialakult ivóvíz minőségi problémákkal kapcsolatban. Gyakorlatilag egy beszámolónak az időbeniségi elhelyezéséről volt szó. A testület az elmúlt testületülésen megszavazta, hogy ez február 23-án kerül sor. Hajdú úr azt szeretné, hogyha természetesen meg a pártja, meg akik kezdeményezték, ugye csatlakozott mindjárt az MSZP-hez a Jobbik is megint. Azt szeretnék, hogyha ez minél tovább húzódna, és minél nagyobb lánga füste történne ez a probléma, és akkor rá lehet húzni a helyi vezetésre, fideszes vezetésre, vagy az országos vezetésre. Az ülésen voltak olyan döntések is, amelyek nem kavartak ekkora vihart, a testület több beszámolót és pályázatot is egyhangulag támogatott.